Gödöllő és 60 között 2020. decemberétől akár 160 kilométeres sebességgel is roboghatnak a vonatok a pályafelújítás és egy új jelzőrendszer kiépítése után. Állomásokat újítanak fel, magas peronok épülnek, aluljárók, liftek, külön színű közúti átjárók és zajárnyékoló falak is a NIV ZRT gondozásában. A térség társadalmi fejlődését jelentő projektekbe kezdünk bele a mai napon. Azok a települések, amelyek a vonal szakasz mellett találhatók, ők tudták csak igazán, mit jelent számukra a vasút. Volt olyan időszak, amikor a vasút volt a legnagyobb foglalkoztató ebben a térségben. Büszke vagyok hatvaniként arra, hogy részese lehetek ennek a projektnek, fogalmazott Szabó Zsolt államtitkár. Arról is szólt, hogy a kormányzat 2010 után egyértelmű stratégiai célként tűzte ki a vasúti ágazat fejlesztését, mint közlekedési ágat olyan színvonalra akarják építeni, mint sok európai országban. Már ez a fejlesztés is része az 1500 milliárdos, 900 km összhosszúságú korszerűsítési szándéknak 2020-ig. 45 ezer férőhelynyi új jármű szereznek be. Hölgyeim és Uraim, a kormány által kitűzött cél, hogy a térségi közlekedést nagymértékben vasúton, megbízhatóan, pontosan, precízen megoldva, összekötve a főváros közlekedési rendszerével időt nyerve tudjuk kialakítani. Mindannyian emlékszünk még arra az időszakra, amikor ez a szakasz, aminek a fejlesztését megindítjuk, ez a 60 és Budapest közötti szakasz, ez közel másfél óra időtartamot vett igénybe. Most afelé törekszünk, hogy 100-120 km per órás sebességgel, biztonsággal, minél rugalmasabban és minél könnyebben tudjuk elérni a főváros. Szűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa elmondta, hogy a beruházás részeként 55 km hosszan 120 és 160 kilométeres óránkénti pályasebesség kialakításával fog átépülni a Budapest 60 vasútvonal. Kisbec Eszter, a MÁV Zrt stratégiai főigazgatója arról beszélt, hogy évtizedek óta nem volt a vonal elővárosi szakaszán ekkora mérvű korszerűsítés. A vonal elővárosi szakaszának komolyabb, a teljes szakasz érintő felújítása az 1970-es évek közepén és 1980 között valósult meg. A most induló fejlesztés Kelet-Magyarország legfontosabb vasútvonalát, a 80-as számú Budapest 60 Miskolc Szerencs Sátoralja újhely vonalat érinti, amelyen évente 9 millióan utaznak, és megközelítőleg 9,1 millió tonna áruforgalmat bonyolít. A kivitelezés alatt az utazóközönség zavartalan kiszolgálására törekszenek. Somodi László, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vasútfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a beruházás a kormányzati támogatás mellett több Európai Uniós alap közös finanszírozásával jön létre.